Egyre nagyobb hangsúlyt kap az egészségügyi prevenció. Ennek hatása már látszik, ám eredményessége még elmarad attól, amilyen lehetőséget hordoz az emberi egészség hosszú távú megőrzésében. A Bonyhádi Egészségfejlesztési Iroda munkatársai az elmúlt esztendőben számos akciót indítottak a felvilágosítás és a betegségek megelőzése érdekében. Igyekeztünk itt a Völgységben egy olyan szemléletmódot átjuttatni a lakosság számára, ami az egészségtudatosságot jelenti, ami a magunkra való odafigyelést jelenti, a szűrővizsgálatok igénybevételét, a mentális és a fizikai egészségi állapot javítását célozta meg. Azt látjuk, hogy egyre inkább érzik, de még mindig nem elég. Vannak olyan mutatók, amikkel nagyon szépen jutottunk előre, így az évek folyamán, hiszen már jó pár éve működünk mi, mint egészségfejlesztési iroda. Azt is látjuk, hogy egyre többen jönnek el hozzánk, de vannak olyan dolgok, amiket értenek és tudnak, viszont a cselekvésben nem biztos, hogy ez át is jut, ugyanis még mindig nagyon kevesen veszik igénybe a szűrővizsgálatokat, ami viszont az egészségi állapot javításának szerintem az alapvető feltétele. Mert hogy, mondja az iroda vezetője, az emberek nem akarnak szembesülni azzal a helyzettel, hogy kialakulóban lévő betegségekkel élnek. Ezzel persze elvesztik azt a lehetőséget is, hogy idejekorán megkezdődhessen a kezelés. Egyrészt van a negálás, a nem tudás, a figyelemkívülhagyás, és van egy félelem is a lakosságban. Inkább azt mondják, hogy nem megyek el, jobb, ha nem tudok róla. Amikor tudjuk azt, hogyha idejekorán felfedeznek egy-egy daganatot, akkor sokkal nagyobb eséllyel gyógyítható, mint később áttétes állapotban. Azért a szűrővizsgálatokon és az akciókon résztvevők száma folyamatosan emelkedik. Bonyhádon és a Völgységben 6800 fölött volt a résztvevői létszám. Az egészségfejlesztési iroda, hál' Istennek, lelki egészség központtá is tudott bővülni, és ez a két szolgáltatási egység együtt több mint 6800 embernek tudott segítséget nyújtani 2019-ben. Most a lelki egészség központ részünk az egy picit új, hangsúlyosabb, nagyobb figyelmet kapott a kollégák részéről is, és azt látjuk, hogy egyre inkább a lakosság részéről. Egy-egy előadás után látjuk, hogy megnövekszik azoknak a száma, akik bejelentkeznek hozzánk pszichológusi tanácsadásra. Az idén nagyon széles spektrumú szolgáltatásokat szeretnénk nyújtani. Egyrészt az óvodai iskolai egészségfejlesztésben idén is aktívak leszünk. Többek között lesz egy nagyszabású rendezvényünk, a Testünk a Csoda című kiállítás, ami egy játszóház, de tulajdonképpen ismeret formálás, szemléletfejlesztése a gyermekeknek, és ezt játszva tudják megtenni, úgyhogy örömmel várjuk az általános iskolai csoportokat, óvodákat erre a rendezvényre. Igazából az iskolai óvodai egészségfejlesztésnek az a célja, hogy most alakuljon ki egy olyan egészségmagatartás, ami hatására felnőtt korban vélhetően sokkal inkább odafigyel saját magára és a környezetére egyaránt. Arról nem is beszélve, hogy a gyerek hazaviszi a hírt és a szemléletmódot, ami sok esetben lépésre kényszeríti a szülőket is, önmaguk egészségének védelmében. Az EFI-ben egyéni állapotfelméréseket és kockázatelemzéseket is végeznek, és mindenkit megfelelő tanáccsal is ellátnak saját életére vonatkozóan.